Vidám hangulatban telnek a napok az idősek nappali ellátását végző egyik intézményben, Kisvárdán. Ide közel 40-en járnak rendszeresen. Van családom, de azoknak már van családja mindegyiknek, és akkor, ha már unatkozok oda, haza nincs mit csinálni, akkor bejövök, és itt olyan, mint egy család. A városban élők 20%-a időskorú, a legtöbben azonban nem járnak közösségbe. Az önkormányzat ezért bővíti a meglévő szociális szolgáltatásokat. A városvezetés áprilisban csatlakozott ahhoz a mintaprogramhoz, melynek egyik legfőbb célja, hogy a többségében egyedül élő idősek, főként 80 év felettiek, megőrizhessék önálló életvitelüket. A program egyik kezdeményezője, Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, idősügyi miniszteri biztos, sajtótájékoztatón beszélt arról, eddig 4 önkormányzat végzett igényfelmérést az érintettek körében. A tapasztalatok azt mutatják, a legtöbben magányuk enyhítését remélik a programtól. A programot támogatja a belügyminisztérium. Ő a közfoglalkoztatással, tehát munkahelyteremtéssel, itt is Kisvárdán 10 közfoglalkoztatati helyet fog kapni a város ennek a programnak a működtetésére, hisz itt már a felmérési szakasz megtörtént, és egy áldozatvédelmi programmal fog kiegészülni, a közfoglalkoztatók ki lesznek képezve arra, hogy a közfoglalkoztatottak tudják őket abba segíteni, hogy lehető legkevésbé legyenek áldozatok, hisz a legidősebb idősek a gyerekekhez hasonlóan potenciálisan a legveszélyeztetettebbek erre. A programba Kisvárdán 10 közfoglalkoztatottat vonnak be, rajtuk kívül a közösségi szolgálatot végzők és önkéntesek segítik az időseket. Az önkéntességben kiemelt hangsúlyt fektetnek a középiskolások bevonására. Közel 7000 diák tanul Kisvárdán, és szeretük volna megtenni azt, hogy a diákok önkéntes munkájával segítsünk az időseknek, egy felelősségérzet a fiatalok részéről, egy szociális érzékenység, egy empátia alakuljon az idős emberek felé, idős emberek pedig biztonsággal fogadják ezeket a diákokat. A tájékoztatón arról is szóltak, európai szintű társadalmi problémával állunk szemben. A 80 év feletti idősek száma ugyanis 10 év alatt megduplázódott. Hazánkban jelenleg 475 ezren élnek. Az idősügyi mintaprogramba további közel 30 önkormányzatot vonnak be. Az igényfelmérések után országos szintű programot dolgoznak ki a szakemberek.